Március 15-e óta már elérhetőek a NAV által elkészített tavalyi évre vonatkozó adóbevallás tervezetek az interneten. Idén már negyedik éve, hogy a hivatal minden adózónak ingyen készíti el a személyi jövedelem adóval foglalkozó dokumentumcsomagot. A NAV idén is külön kérés nélkül automatikusan mindenki részére elkészíti a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. Ez a személyi jövedelemadó bevallási tervezet, ez a tavalyi jövedelmekről szóló kimutatás, amit az adóhivatal a munkáltatóktól, kifizetőtől származó adatok alapján állított össze. Az elkészült tervezeteket hétfő óta az ügyfélkapunk keresztül lehet megnézni, de az adóhatóság azokra is gondolt, akiknek nincs online regisztrációjuk. A bevallási tervezeteknek a postázását lehet kérni az adóhivataltól. Ennek a határidejét kitolták, március 16-a helyett április 15-ig lehet kérni bevallási tervezetek postázását többféleképpen. Fontos, hogy minden esetben az adóazonosító jelnek és a születési dátumnak szerepelnie kell a kérelemben. A nyomtatott bevallás tervezetek megküldését SMS-ben, postai levélben, valamint telefonon keresztül is lehet kérni. Az egyéni vállalkozóknak, az áfás magánszemélyeknek és az őstermelőknek nem válik automatikusan elfogadottá bevallás tervezetük, mert nekik azt ki kell egészíteniük azokkal az adatokkal, amikről az adóhivatal nem kapott tájékoztatást. A hatóság idén összesen már 5,4 millió adózónak készítette el a bevallás tervezetét.